Miniszternek. Valóban összeérte a 20 milliárd forintos állami bevétel a fizetős MOL M0-ásból és a megyei matricákból címmel? A kérdésre miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter megbízásából Tasó László államtitkár úr válaszol. Tóth Bertalan képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Ugye itt délelőtt folyamán már a napirend előtti felszólások során elindult egy vita az M0-ás autópályáról és annak a díjfizetéséről és az elkerülő utak díjfizetésével kapcsolatban, de hát sajnos a fideszes képviselők nem voltak itt, nem tudtuk kifejteni és ütköztetni az álláspontokat, de azért az tanúságos volt, hogy a napirend előtti felszólás során hallottuk Fó nagy államtitkár urat, hogy levezette, hogy az 5000 forint az miért kevesebb, mint a 0 forint, és most Tálai államtitkár úrtól is hallottuk, hogy itt kompromisszum született, bár nem tudjuk, hogy kivel köttetett ez a kompromisszum, a környező polgármesterekkel és a szakma képviselőivel valószínű nem. Itt most kifejezetten arra lennék kíváncsi, hogy az UDI használatból az a 20 milliárd forint, az hogyan jön össze, amit a sajtóban lehetett olvasni, hogyan számít rá a költségvetés, hiszen ugye azt olvashattuk, hogy a nagy részt a teherautók hozzák össze a 20 milliárdból körülbelül 13 milliárd forintot, de sehogy sem jön ki a maradék 7 milliárd forint, amelyre önök számítanak ebből a bevételből, pláne azokban az okfejtéseket, hogyha vizsgáljuk, amiket hallottunk, hogy hát itt most mindenki sokkal jobban fog járni, tehát kevesebbet kell fizetniük, mint eddig, tehát így nem értjük, hogy ez a 20 milliárd forint miből tevődik össze, és hogy készült-e erre valamilyen hatástanulmány, és a hatástanulmányról szeretném kérdezni államtitkár urat, milyen számítások, belső egyeztetések vezettek oda, hogy egyrészt ezek az elkerülő utak és az M0-ás is fizetőssé váljon, miért pont 20 milliárd forintos a bevétel, nagyon gyanús, hogy ugye a kiesett internetadó bevételt kellett most valamiben pótolni, és azt szeretném megkérdezni, hogy amennyiben nem következik be, nem jön be ez a 20 milliárd forint, akkor miből kívánják majd pótolni ezt a bevételt a költségvetésnél? Várom válaszát, köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő társaim, tisztelt jelenlévők. Az a helyzet, valóban több alkalommal próbálták a mai napon elmondani a kormánypárti képviselők, hogy azok a válaszok, amelyekre most önök várnak, azok milyen körülmények között születhetnek meg. És a kérdésére válaszolva a harmadikkal kezdeném, az országgyűlés nem veheti el a kormány kompetenciáját, hiszen hogyha az országgyűlés tárgyalta volna ma, akkor elvette volna a kormány hatáskörébe tartozó ügyet. A másik kérdés, ami a 20 milliárd forintról szól, egyébként a tervezés során természetszerűen voltak vizsgálataink, és meg kellett nagyjából kalkulálni a várató bevételeket, de ezek nyilvánvalóan nem lettek pontosak. Hisz egy ilyen bevezetés után csak majd a használat és a tapasztalat tudja megmondani majd, és az év vége, hogy igazából mennyi bevétel származhat belőle. De többen világossá tették, hogy a kormány szándéka nem a többletbevétel elérése volt, hanem az, hogy a magyar emberek, a közlekedők terhein könnyítsen. Tálai miniszterhelyettes az imént kifejtette egyébként teljesen világosan a megyei matricarendszernek az erőnyeit. Én azt gondolom, hogy nem kell erről hosszan beszélni. De azt én megértem, és nem is lehet megnyerni azt a mérkőzést, amikor azt mondják, hogy ha nem kellett ma valamiért fizetni, holnap kell, az kedvező valaki számára. Azt én megértettem, és tudja mindenki, hogy nem lehet kedvező e tekintetben. De viszont azt kell elfogadnia, amit többen hangsúlyoztak, hogy a gyorsforgalmi utak is többek között közösségi forrásokból, vagy uniós költségvetésből, vagy hazai adófizetők pénzéből valósultak meg. Azt gondoljuk, hogy azonos közlekedési feltételi rendszer mellett, aki azt használják, azok díjat kell, hogy fizessenek. A megyei matricarendszer azt segíti, hogy arányosan fizessenek az utak használatáért, és azt gondolom, hogy a Pest megyiek számára is világos, hogy nem csak egy utat, amit használnak minden nap, vagy gyakran, azért kell fizetniük, hanem az egész megyében lévő összes hálózatért kell fizetni annyit, mint más megyében élő embereknek. Tehát a megyei matrica arányos tervállás jelent, és azért higgyel nekem, hogy több százezer ember örül ennek a változtatásnak, és remélem, hogy mindenki megérti, hogy mindenkinek azonosan kell hozzájárulni a közös költségből megképzett beruházásaink fenntartásához. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, tisztelt országgyűlés. Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője.